Buda, Székesfehérvári. Az alapvető jogok biztosának hivatala mai napon Székesfehérváron is megnyitotta területi irodáját, így április 1-től Szeged, Debrecen és Győr mellett immár további három vidéki nagyvárosban, Székesfehérváron, Pécsett és Miskolcon is kezdeményezhető személyesen az ombudsmani eljárás megindítása. Úgy gondoltuk, hogy a biztosi hivatal nagyon Pest hangsúlyos, biztos úr ezért kifejezetten szerette volna a szolgáltatást közelebb vinni a vidéki emberekhez, ezért döntött úgy, hogy 6 területi irodát hoz létre az országban, ezek a régiók központban találhatóak. Egyrészt azért, hogy kevesebbet kell utazni, könnyebben elérhető a szolgáltatás, helyben tud segítséget nyújtani ezáltal az ügyfélszolgálati iroda és a területi irodák munkatársai. A székesfehérvári irodába Fejér megyéből, Veszprém megyéből, illetve Komárom-Esztergom megyében élőket várunk elsősorban, de természetesen, mivel ez egy országos hatáskörű szerv, így az ország bármely pontjáról érkezhetnek ide, de elsősorban ebből a 3 megyéből várjuk az ügyfeleket. Évente közel 8000 beadvány érkezik az ombudsmani intézményhez, amelynek alapvető célja, hogy a rendelkezésére álló jogi eszközök felhasználásával segítse mindazoknak, akiket valamilyen alapjog sérelem ért. Nagyon sok hatáskörben jár el a hivatalunk. A klasszikus ombudsmani típusú ügyekben, tehát amikor egy hatósági ügyben már minden jogorvoslatot kihasználta az állampolgár, de még mindig úgy érzi, hogy az alapjogáiban sérelmet szenvedett, azokban is fordulhat hozzánk, illetve 2020. februárja óta rendőri intézkedésekkel szembeni panaszokban is a mi hivatalunk jár el, tavaly január 1-e óta pedig diszkriminációs ügyekben hatóságként is eljárunk, tehát a védett tulajdonságokkal kapcsolatos jogsértések kapcsán is, ha hozzánk fordulnak, ott hatósági eljárást tudunk lefolytatni. Az ombudsman kiemelten fontosnak tartja, hogy ezekben a rendkívüli időkben minél több embernek nyújthasson közvetlenül jogi és humanitárius támogatást az alapvető jogok biztosának hivatala. Ezért az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézménye az ukrajnai háború kitörését követő napokban ideiglenes területi irodát nyitott a Záhonyi vasútállomáson, az elmúlt héten pedig információs pontot a Beregsurányi gyűjtőponton.